Tolner Józseffel, a Budaörsi I. és Gyula gimnázium tanárával folytatjuk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszönöm! Azzal a drámai bejelentéssel, amit tegnap tettek, ugye a gimnázium 59 tanára írta alá azt a nyilatkozatot, ami arról szól, hogy szeptembertől nem tanítanak, hogyha addig nem történik valami a pedagógus bérek rendezésének ügyében. Minek köszönhető ez az egység? Nem tudom, ez a 100% a tanároknak? Vagy nem 100%, 72-es a létszámunk, de hát a hiányzó kollégákról sem lehet tudni, hogy nem szerették volna aláírni, vagy pedig pont nem tartózkodtak ott, mert egészen rövid időt adtunk arra. Mi vezetett ehhez a helyzethez? Tehát nyilván ismerjük az alapvető problémát, leginkább a pedagógus bérek rendezése, a beígért életpályamodell elmaradása, és hát az, hogy a költségvetésben ugye most sem látják még azt a 10%-os béremelést sem, amit beígértek, de konkrétan az önök köreiben milyen a hangulat, és hogy alakult ez a közös tiltakozás? Hát azon kívül, amit szerkesztő úr mondott, még minden más is vezetett bennünket ehhez. A béren kívül az erkölcsi megbecsülés, az, hogy a szakmánkba nem szólhatunk bele, hozzá nem értők kezébe került most is ennek az oktatásügynek az irányítása, de nagyon fontos természetesen a bér is. Ugye tavasszal beindultak ezek a pedagógus mozgalmak, sztrájk mozgalmak, polgári engedetlenségek, nagyon szépen beleállt az ország, úgy vettük észre, és utána megálltunk. Ugye amikor az ügyvezető kormány volt már, és az új kormány megalakulásáig megálltunk, most is nagy dilemmában voltunk, hogy kell-e még erre a rövid időre, ami a tanévből vissza van, tenni valamit, és végül úgy döntöttünk, hogy muszáj már most szóvá tennünk azt, ami az új kormány megalakulása után is történt, hogy elfogadhatatlan számunkra, és igaziból egy ilyen lehetőséget adni a kormánynak arra, hogy van 2,5 hónapjuk, szedjék össze magukat, mert hogy szeptemberben mi nem fogjuk felvenni a munkát, és nagyon remélem, hogy ez nem egy iskolára szól, hanem ezt az országban nagyon sokan megtesszük. A tegnapi visszajelzések alapján rengetegen támogatnak bennünket, egyetértenek azzal, hogy ezt így kell csinálni. Hát igen, a tavaszi, amire célzott sztrájk felhívásának idején változó számok jelentek, mert ez nagyjából a negyede, ötöde élt a lehetőség a tanároknak, bár ez nem volt pontosan követhető. Ez a szám, ez a mostani 80-90% körüli részét eljárt önök gimnáziumában mindenképpen egy másfajta hozzáállást jelent. Ennek az is lett az oka, amire célzott, hogy a kormány hozzáállása, vagy az új kormány felállása kapcsán ugye a pedagógus társadalom, az oktatásügynek a belügyminiszter alá való besorolása, ez nem túl bíztató képet fest az önök véleménye szerint a további jövőbeni lehetőségeket illetően? Hát semmiféleképpen, tehát Pintér miniszter úrnak a belépője az nagyon elkeserítő volt. Tehát igaziból rá... Semmit nem ígért, megfenyegetett bennünket, nem élhetünk azokkal a jogainkkal, amikkel lehetne. A sztrájk törvényt gyakorlatilag olyan szinten lenullázták, hogy sztrájk joggal élni pedagógusnak Magyarországon nem lehet. Néha elmondanak egy-egy olyan mondatot, hogy egyetértenek, de nincs rá pénz, de hát ez nem igaz. Az oktatás nem az uniós támogatásokat kell elzárni. Persze, tehát az oktatás ügynek a tudatos leépítése történik szerintem. Tehát egyetlen példát szeretnék mondani, a személyi jövedelemadó visszatérítések. Nem tudom, szavazatvásárlásra használták-e ezt? Én ezt nem állítom, de meggyőződésem, hogyha arra használták, akkor is. Ennek az összegnek csak a felét adják vissza. Egyetlen egy ember se lesz, aki ezért nem fog odaszavazni, vagy ezért fog rájuk szavazni ezután. Tehát ennek a feléből el lehetett volna kezdeni rendbe rakni ezt az ágazatot. Tehát nem szabad azt elhinni, hogy ez azért történik, mert nincs rá forrás, egyszerűen egy tudatos leépítés ennek az ágazatnak a kiszipolyozása történik már. Pedagógusként mit gondol, mi lett ennek az oka? Mert ez valóban nyilvánvalónak tűnik, nyilván a kormány más gondol és más mond erről, de hogy a jelek tényleg erre utalnak, amit mond. De milyen érdeke lehet egy bármely ország kormányának az ügyben, hogy a polgárai hát ne kellően műveltek, tanultak legyenek?
Lehet ilyen, lát ilyet a háttérben? Lehet, hogy költő a kérdés, de mégis fogalmazom egy olyan. Hát, hogyha az, amit a szerkesztő úr mondott, ez egyenes következménye annak, ami történik. Igen, de jó ez egy kormánynak? Lehet, hogy a talpon maradásához jó, ahhoz, hogy ne neveljenek az iskolák kritikusan gondolkodó, vitatkozni merő embereket. Ehhez lehet, hogy jó, de ez a kormány talpon maradásához jó. De sok más kormány másként látja ezt, és ők működnek, és prosperálnak. Tehát az országnak ez biztos nem jó, a jövőnk érdekében ez biztosan nem jó. Ugye az egy speciális helyzet, ugye, ami a tanárokat, a pedagógusokat, illetve az egészségügyi dolgozókat is illeti, pont ez a két ágazat, ami nem nyerte se az új kormány felállása, mindkettőt ugye a belügyminiszter választották be. Mit gondol arról pedagógusként, hogy hogy élik meg, vagy gondolom nehéz döntés volt ezt a petíciót, vagy ezt a közleményt is közé tenni, hogy ugye nagyon speciális a szakmájuk, hiszen végül is, ahogy mondják, ez egy hivatás, és hát azért csinálják, mert a gyerekek boldogulása, tanítása, egyfajta szenvedélyük is, tehát egy szörnyű érzelmi válságot is kell gondolom megélni, amikor ilyen döntést hoznak, hogy az a diák, akit mondjuk 3 éven át nevelt, a 4. évben az érettség, ez már nem fogja segíteni esetleg, hogyha olyan helyzetbe kényszerülnek. Ez hogy élik meg ezt az érzelmi konfliktust? Először is azt szeretném tisztában tenni, amit már elmondtam, mert tegnap nagyon sok szalagcímben az jelent meg, hogy mi már idén nem érettségiztetünk, tehát ez semmiféleképpen nem igaz. Idén lemennek rendesen az érettségig, tehát ilyen közvetlen veszély nem fenyegeti a diákjainkat. És azt gondolom, hogy a következő érettségig, amikor már tényleg ez az egyik pont is, amit felsoroltunk, mint lehetőség, ami a kezünkben van, amivel érni lehetne, addigra már csak történik valami. Tehát itt szeptemberben nem vesszük fel a munkát. Véleményem szerint lesz néhány olyan pont, ez lehet, hogy pont a szakszervezeteknek a 4 pontja lesz, de lehet, hogy más, amire azt fogjuk mondani, mondjuk egy országos tanévnyitón, hogyha ezek és ezek nem teljesülnek, akkor nem kezdünk el dolgozni. Itt már tárgyalgatni nem kell, gyakorlatilag 10 évek óta tárgyalgatunk, 2010-es évek eleje óta, Hoffmann Rózsa színre lépése óta tárgyalgatnak a szakszervezetek, folytatódnak a pedagógus megmozdulások, gyakorlatilag eredménytelenül, a rosszabbnál is rosszabb helyzetbe kerülünk. Nagyon sokszor hittük azt, hogy annél már nincs lejjebb, és mégis van. Tanár úr, köszönjük szépen, hogy elmondta mindezt. Hát a szakszervezeteknek a sztrájkbizottság egyeztetésén ülünk, 28-án kiderül majd, hogy mennyien csatlakoznak esetleg önökhöz. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen, én is.